Madár csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy újabb videóhoz, ahol smink nélkül vagyok, tehát sminkelni fogunk. És mindig annyira szeretném húzni az időt, és minél tovább feszültséget szítani, de ti a címből már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy valamilyen szinten feleslegesen csinálnám. Rengeteg ilyet láttam TikTokon, és egyértelmű volt, hogy nekem is meg kell csinálni, ugyanis imádom az ilyen kihívás féleségeket. A mai videóban Skittles fogja választani per irányítani a sminkemet, ami nem kifejezetten smink, inkább egy kis vicces arcfestés, tekintve, hogy alapozótól fogunk kezdeni. Össze van készítve az összes arcfestékem, ami létezik. Remélem, hogy olyan színt fogok kihúzni, amin van arcfestékbe alapozónak. Viszont mielőtt elkezdjük a videót, szeretném nektek elmondani, hogy először van ilyen kis cukin felkötve a hajam. Nagyon sokat próbálgattam mostanában, és jaj, nagyon várom, hogy végre csinálják nektek egy olyan videót, hogy hogyan stylingolom a rövid hajamat, ugyanis szerintem majdnem mindent kipróbáltam már, és nagyon tetszik, és imádom, és nagyon cuki. Egyébként rengeteg videó ötletem van, és nagyon sok mindent szeretnék nektek csinálni, viszont mindegyik témából, amivel szoktam foglalkozni a csatornán, rengeteg van, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fogunk elérni mindegyikhez, amit így megemlítek nektek, de tudjátok, hogy nem sokára érkezik. Az előző videó, aminek ki kellett volna mennie, elmaradt, ugyanis most hétvégén a Tatterzárban vagyok öcsivel. Azoknak, akik lovas videókról érdeklődnek, kérdeznek folyamatosan, ajánlom a következő utáni vlogot, ugyanis abban lesz róla szó bőven. És szeretnék előre szólni, hogy akik a fehér fal miatt hisztiznek, a következő vlogban arról is lesz szó, ugyanis magyarázatot kaptok rá, hogy miért ilyen fehér mögöttem a fal, és mi történik jelenleg. Úgyhogy a következő egy-egy videó mind a két csatornán nagyon izgi lesz, és remélem, hogy ti is örülni fogtok neki. Ja, és mindenképpen szeretném elmondani itt is, ezen a csatornán is, hogy Bencének megjelent a könyve. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Ilyen szuper lett a könyv. Ha szeretnétek, akkor csinálok róla egy könyves videót. Azt szerintem nagyon érdekes lenne. Teszek nektek természetesen linket is, de átugorhattok Bence csatornájára is ehhez a videóhoz, és ott is támogathatjátok. Most, hogy mindent elmondtam, kezdjünk bele, és lássuk, hogy mit tartogat ez a nagyon cuki kis Skittles-ös zacsi a számunkra. Tegnap érkezett meg, és úgy gondolta, hogy jó ötlet lenne, hogyha a videó előtt így kipattanna. Úgyhogy sajnálatos módon most a videó végéig ezt nézzetek el. Oké, bontsuk ki, és azért bontom így, hogy bele tudjunk nyomni. Előttem van még a James Charles palettám, viszont valószínű, hogy menet közben majd mászkálnom kell dolgokért, mert fogalmam sincs, hogy mikor mit fogunk kihúzni. Van rajtam primer, és amit most fogok húzni, az az alapozónk színe. Léci, legyél jó, Léci, legyél jó. Lila! Komoly! Van kék, és van piros, amiből lehet lila. Viszont, mind a kettő aqua. Ahhoz kell víz. Az a baj, hogy sajnos az a tapasztalatom, hogy a aqua colorok annyira nem szoktak jók lenni arcra alapozni, túl nagy felületre, de hát jelenleg nincs más választásunk, úgyhogy megpróbáljuk ezzel az ecsettel. Nem tudom, hogy milyen lilát tudunk keverni, ha őszinte akarok lenni. Az egész jó, nem? Jó. Valószínű, hogy hajat kellene mosnom ezután. Oh my! Túl gyorsan szárad, foltos lesz. Lesz ott egy csík, mert nem fogom teljesen belekenni a hajamba, abba biztosak lehettek. A videó előtt még úgy gondoltam, hogy ez egy fantasztikus ötlet. Most már kételkedem.
Miért? Nagyon remélem, hogy fogjátok szeretni ezt a videót. Ez egy rossz ötlet volt. Gondolom, itt is meg kellene csinálni, nem? És nem tudom, mesélj te egyébként, mivel foglalkozol, miből élsz? Van ennél jobb egyébként? Aki nem a Savanyú Skittles csoportba tartozik, nem az én csoportomba tartozik. Mivel egy kicsit foltos, így a Gymshark palettából lilával egy kicsit átmegyek rajta, hát ha tudok javítani a helyzeten, de úgy látom, hogy nem sokat. De kár, hogy nincsen rendes, zsíros arcfestékem lilában. Ez szomorú, nagyon foltos. De nem baj, majd megjavítjuk. Mire odaérünk, hogy kész legyen, megjavítjuk. Jöhet a következő szín. Hogy? Ezt az ecsetet, ez egy Essence-es kontúr ecset. Mutattam nektek egy videóban. Azóta viszont az egyik kedvencem lett. Megpróbáljuk a James Charles palettából zölddel elintézni a kontúrozást. Ami úgy néz ki, hogy működni fog. Azt, hogy jól nézek ki, azt nem állítom, de működik. Úristen, hát ez nagyon csúnya. Én azt hittem, hogy valami tök jó fog ebből kisülni. Erre. Kamerán miért nem látszik, hogy amúgy teljesen el van dolgozva? Oké, ez egyáltalán nem látszik. Jézus. Ennél rosszabb színkombinációt nem is találhattam volna. Miért nem lehetett egy citromsárga alap, narancssárga kontúr? Nagyon-nagyon rossz. Írtó rossz. Jajjön a pirosító. Hát akkor jöjjön a pirosító. És a szemem is elkezdett könnyezni. Ez az! Kicsit megigazítom legalább a lilának a foltjait. Legalább az ne legyen csúnya. Ha már minden más az. Összképileg egy cseppet se jobb. Jöjjön a következő szín. Ami mondjuk szemöldök. Na lássuk! Érdekes lesz. Szemöldök ecset. A narancssárgám is aqua color, úgyhogy kifejezetten kíváncsi leszek. Mondom még egyszer, nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó ötlet volt. Nagyon csúnya. Át tudok menni egy második réteggel vajon? Egy fokkal amúgy jobb lett. Ugye? Tudjátok egyébként, le kellett volna ragasztani a szemöldököm. Tyú, ezzel a zölddel nem tudom mit csinálni, ez szörnyű. Na mindegy, most már ez van. Jöjjön a személyismink, azt hiszem. Úristen, de parán nézek ki. Rózsaszín. Oké. Tudjátok jól, kedvencem. Megnézzük, hogy egy kis laza rózsaszínnel mit érünk el. Valószínű, hogy nagyon sokat nem. Van egy ötletem, úgyhogy még jól is elsülhet. Legalább a szemsmink rész. Következő az nem tudom, hogy jó ötlet lesz-e. Valószínűleg nem. De hát itt már ugye tök mindegy.
A James Charles palettából a jobb, legalsó színt veszem fel, ami egy elképesztően hot pink. És ezzel fogom megcsinálni a mélyítő vonalamat, illetve ebből fogok tenni a sarkokba is. Nagyon borogó, basszus, nem emlékeztem rá. Ez most hülyén néz ki, de az elrendezés az jó lesz, azt higgyétek el. Az, hogy ez képileg hogy fog kinézni, arról fogalmam sincs. Ez szörnyű. Az alsó szemhéjamra a Jeffrey és Shane kollab trisáját fogom feltenni, ami egy hasonló rózsaszín, csak csillogós, bár valamiért ez nem fog látszódni, nem tudom miért, van-e sejtésetek. Szeretném elmondani, hogyha valaki azt szeretné, hogy ebből legyen második rész, ilyen formában biztos nem lesz. A szemsminkemet esetleg választhatja Skittles, de teljes arcot biztos nem fogunk még egyszer csinálni. Ezt már most sajnálom, hogy kikerül az internetre. Most jöhet egy kis P. Louise Base, és csak középre teszek belőle. És arra gondoltam, hogy a Candy Floss-t fogom feltenni, ami egy világosabb rózsaszín, határozottan világosabb rózsaszín. És lehet, hogy ezt a gondolatomat és döntésemet meg fogom változtatni. Szinte biztos, mert nem látszik. És nem is csillog eléggé. Remélem, ezt elfogadjátok rózsaszín kategórián belül. A Revolution palettából a Enamour szín. Ilyen kicsit májvás, de egyébként véleményem szerint határozottan rózsaszín szín. És ez se sokkal jobban látszik, de egy fokkal talán erősebb. Lássuk a dús. Mi más? Mi más? Lehet, hogy megpróbálom megcsinálni ezzel, amit fogadjatok el zöldnek, léci, és rá fogok húzni port. Csináltam magamnak egy tusecsetet. Nagyon szeretem a ferdevégű ecseteket tussal. Viszont egyik se elég vékony, úgyhogy villámgyorsan és nagyon egyszerűen levágtam a széleit, és van egy tökéletesebbnél is tökéletesebb tusecsetem jelenleg. Oké. Tökéletes zöld szemhéjtus, hurrá! Válasszuk ki gyorsan a rúst. Válasszuk ki gyorsan a rúst is. Legalsó, ennek jónak kell lennie. Nincsen igazán narancssárga rúzsom. Aquacolorrel fogjuk felvinni az alapot, és arra fogunk rámenni megint csak valami színnel. Hát ez gyönyörű. A szám pontosan olyan száraz, mint a szarra. Nem mintha sokat dobna az összképen, de teszek fel egy kis szempillaspirált és egy nőszempillát, és utána megmutatom, hogy milyen a végeredmény. Egyértelműen mellkasomat és a vállaimat nem csináltam meg, úgyhogy ez egy kicsit hülyén néz ki, de sehogy. Ennél rosszabb sminkem, arcfestésem, hívjuk ezt bárminek, nem tudom mikor volt. Kicsit közelebb hozzak titeket, hogy meg tudjátok nézni részletesen, de ez szörny. Így nézünk ki egészen közelről.
a bronzeremet és pirosítomat nem dobom. Villán kívül és egyébként a tusvonalon kívül, ami sajnos alig látszik, nem nagyon tudok olyan részt kiemelni, ami tetszik. Ez egy nagyon nagy fél a Skittles irányította a sminkem videójavára. Sajnos. De... Jaj, nagyon... Annyira fura magamra nézni, hogy elmondani nem tudom. De nagyon szépen köszönöm, hogyha itt maradtatok a végéig, és megvártátok ezt a fantasztikus végeredményt. Ki sem merem nagyon mondani, hogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha jót nevettetek, és ti is szörnyűnek találjátok a végeredményt, akkor dobjatok nekem egy lájkot. És remélhetőleg, következőleg egy határozottan sikeresebb videóval érkezem nektek. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!